A fotoszintézis intenzitása függ a fény erősségétől is. Ebben a kísérletben ezt teszteljük, illetve ezt mutatjuk ki. A három átokhinár darab azonos koncentrációjú nátrium-hidrogénkarbonát oldatban van, és az életműködésük, azaz a fotoszintézis során ők széndioxidból és vízből szerves anyagot, azaz szőlőcukrot és oxigént állítanak elő. Ez az oxigén a képződő buborékokban van jelen. A kísérletben a változó tényező a fény erőssége, hiszen minél távolabb van az adott növénydarab a fénytől, annál kevesebb fényt kap a fotoszintéziséhez. Ez jól látszik, hiszen az első kémcsőben jóval több buborék keletkezik, és gyakrabban emelkednek ezek fel, a középsőben közepes, és a legtávolabb lévőben pedig a legkevesebb buborék jelenlétét látjuk.